kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a mai muzsikus portré, ez olyan, mint ez a gyönyörű napunk. Olyan vendégeink lesznek, olyan vendégművésznőink, szépek, verőfényesek, tavasziak. És azért hittem meg őket, hogy ne csak nekem, hanem önöknek is boldogságot és örömet adjanak. Fogadják nagy szeretettel Víg Andreát és Horgas Esztert! Arra kérek benneteket, hogy mielőtt elkezdenénk beszélgetni, muzsikáljátok nekünk valamit. Mit hallhatunk elsőként? Egy bakárját akkor. Arra gondoltam, hogy középre ülnék, és akkor ide-oda tudok. És hozok egy kis innivalót, mert száraz itt a levegő, és akkor nem kell oda mászkálnunk. Önöket nem tudom megkívánni. Ennyire intim helyen játszottatok már együtt? Igen. Igen? Igen. Mióta tart ez az együtt muzsikálás? Hány éve muzsikáltok? Nagyon régóta. 125-re. És visszatudtok rá emlékezni, hogy hogy kezdődött ez a találkozás? Ki kit kért meg először a muzsikálásra? Hát én voltam az abszolút kezdeményező, mivel konzervatóriumban én kitaláltam azt, hogy szeretném eljátszani Mozart fúvola hárfa versenyét, ami egy rettentően nehéz darab, és még az akadémisták se nagyon igen játsszák. De hát én egy ilyen önfelülő személy voltam már akkor is. És nem csak, hogy el akartam ezt játszani, hanem hogy elhatároztam, hogy a legjobbal fogom ezt eljátszani, aki már akkor zeneakadémista volt, és ez Andrea volt. Úgyhogy akkor ilyen levelekkel kezdtem ostromolni az akadémián, kitűztem neki, hogy én igaz, hogy még csak konzis, meg ez, de hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, és aztán meggyőztem. Nem lehet hallani. Akkor mikrofon, vagy pedig beszélni? Én arra gondoltam, hogy menjünk hátrébb egy kicsikét, és akkor mégiscsak azt mondanám, hogy én ülök ide a szélére, és te ide, mert középről sokkal jobban terjed arra a hang. Tulajdonképpen
egykorúak vagytok, csak mégis ez a 4-5 év ez ennyit számít, ugye? Mert Andrea már akkor főiskolás voltál? Igen, én a Zeneakadémián tanultam akkor, igaz, hogy még az elején, mert én nem is tudom, első vagy másodéves volt, amikor az Eszter ezt kiírta, ezt a kis levelet, szerelmes levelet. Úgyhogy... És azóta tart ez a barátság is, és az együtt muzsikálás. Akkor elkezdtünk együtt muzsikálni, és aztán mikor Andrea a első kisbabáját várta, akkor meg már játszottuk is koncerten ezt a bizonyos Mozart fúvola hárfa versenyt. De akkor ez egy bűvös mű, ez a Mozart mű, a kerítőmű mű, ugye? Abszolút. Igen. Azt szeretném, hogyha mesélnétek egy kicsit a családotokról, mert az meghatározó volt mind a kettőtöknek, hogy nagyon, nagyon szeretetteljes családban nőttetek fel, azt hiszem. Azért tudtatok magatok köré ti is családot teremteni, ugye? Hát igen, én azt lehet mondani, hogy teljesen átlagos polgári családból jövök. Én egyszem gyerek vagyok, aminek van persze hátránya meg előnye is. Az előnye mindenképpen az, hogy az ember a szüleitől azt lehet mondani, hogy kizárólagos szeretetet kap. Tehát az ember élvezi és fürdik ebben a szeretetben, amit én otthonról hoztam, illetve kaptam. És hát nyilván ezt is próbálom továbbadni. Volt muzsikus a családban? Nem volt muzsikus, úgyhogy én vagyok azt lehet mondani, hogy az első generációs muzsikus a családban. Édesapámnak és édesanyámnak is teljesen privát foglalkozása volt, és hát most már volt, mert nyugdíjasak. És én voltam az egyetlen, aki a család legnagyobb megdöbbenésére és hát csodálkozására ezt választottam, noha nem szóltak bele, tehát olyan értelemben, hogy nem fogták vissza a törekvéseimet, de azt tudom utólag, bár édesapám egy szóval soha nem mondta, de amikor nem mentem el a Kafka gimnázium biológia szakára, akkor igen bánatos volt, hogy hát a kislánya nem egy olyan pályát, vagy nem egy olyan gimnáziumot választ, ami egy rendes szakmát ad. És hogy esett a választás a hárfára? Nem egy mindennapi, hétköznapi hangszer? Nem, ez az én életemben egy véletlen volt, mert én zongorázni kezdtem el, és azért, mert volt otthon a családnak egy jó kis pianinója, és aztán mondták, hogy ügyes, meg muzikális, meg zenei tagozatos iskolába is jártam, de hát egyrészt sok minden érdekelt, másrészt pedig nem gyakoroltam annyit, tehát nem voltam annyira céltudatos abban az időszakban, amikor a többiek már szinte sportszerűen edzenek arra, hogy erre a pályára lépjenek. És akkor a zeneiskola igazgatója azt mondta, hogy hát miért nem próbálom meg a középiskolát, a konszit hárfa szakon, hiszen abban az időben nem volt alsófokú képzés. Tehát úgy lehetett felvételizni, hogy kellett jól zongorázni, elméletet kellett tudni, tehát a zene elméletet, szólfést, ilyesmi, és hát megnézték, hogy az ember keze ne legyen túl kicsi, meg hát rugalmas, tehát ilyen alapvető dolgokat, de felvettek hárfa szakra. Tehát 14 éves korod óta hárfázol. Igen. Szerencsés találkozás és választás volt, ugye? Hát édesapádban már biztosan nem bánja, hogy nem polgári foglalkozást választottál. Hát ezt elfelejtettem tőle. És nálad hogy volt ezt? Hát nálam azt hiszem, hogy akkor döbbentek volna meg, hogyha egy polgári foglalkozást választok, mert hogy egy művész családba születtem bele, tehát mindenki hihetetlenül aktívan különböző művészeti ágakban ott járatos, és művelt ezt a tevékenységet, úgyhogy nekem három testvérem van, tehát egy nagy család, és hát mindannyian egyikünk színész, másik díszlettervező, jelmeztervező, szóval mindenki valamilyen művészeti tevékenységet végez, úgyhogy ez nem teljesen hasonló az Andreával. És hát én azt hiszem, hogy amit ma úgy azt tudom mondani, hogy elértem az életbe, az annak biztos, hogy az alapja, az alapgyökere az a védettség és szeretet és hihetetlen harmónia, amit én a szüleimtől, a testvéreimtől, illetve a nagyszüleimtől kaptam, mert hogy édesanyám szüleivel egy házban laktunk. Tehát mi a negyedik emeleten, ők a másodikon. Tehát generációk együtt éltek. Igen, és hát aztán főleg mikor nagypapám már idősebb lett, én meg nagyobb, okosabb, akkor hihetetlen erős szellemi kapcsolat alakult ki közöttünk, úgyhogy hát ez meghatározó az én életemben, ez a burok és ez a nagy család.
nagyon-nagyon fontos, és hát tulajdonképpen a hitvallásom is az, hogy azok az emberek, akik gyereket vállalnak, azoknak szinte kötelességük is, hogy amit tudnak, tegyenek meg azért, hogy egy gyerek ebből a bizonyos burokban nőhessen föl, mert először kikerülni az életben nagyon-nagyon nehéz, tehát nekem a felnőtté válás, a leválás nagyon nehéz volt, hőemelkedésem volt hónapokig, mikor elköltöztem otthonról, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy minden nehézséget most azokból a gyökerekből táplálkozva tudok megoldani, szóval az nagyon-nagyon fontos, hogy az alapgyökerek azok biztonságban voltak. Na de muzsikus te vagy az egyetlen család, ugye? Hát a nagymamám apukája, tehát az én dédpapám, ő hegedűművész volt, hegedűtanár, úgyhogy meg hát nálunk ez ilyen nagyon érdekes, mert az a fajta szemlélet van, amit én is képviselek valahol, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy valaki hárfázik, vagy fuvalázik, vagy csellózik, vagy hegedül, vagy orvos, vagy színész, vagy táncos, ez egy gyökérből indul. Tehát, hogy lényegében, most nem azt mondom, hogy mindegy, mert nyilván, hogy aztán az embernek már van a hangszerével egy olyan szoros kapcsolat, ami nagyon-nagyon fontos, de hogy valahol az alapszemlélet, vagy a művészetekhez való hozzáállás az ugyanaz. Tehát a mi családunkban az, hogy az öcsém színész, a bátyám díszlettervező, én fuvalázom, ez valahol ugyanarról szól. Az, hogy a szüleim írnak. Szóval ezek egyfajta gondolkodás, egyfajta tevékenység, csak az eszközök mások. És természetes dolog volt neked, hogy a fuvolát választod? Az én életemben nem adódott más, tehát én nem voltam semmi másból olyan kiemelkedő, mint a zenéből. Tehát nem olyan volt az életem, mint az Anténak. Tehát nekem a kezemben nyomták először a furóját a zeneiskolába, akkor ott nagyon hamar kiderült, hogy abszolút hallásom van, meg már nagyon szépen tudtam táncikálni akkor a furujával is, és aztán jött a fuvol, amikor mondták, hogy egy komolyabb hangszer, és az az igazság, hogy nem is nagyon emlékszem olyan időkre, amikor én lefuvoláztam volna, szóval már annyira, szóval ez annyira természetes, hogy nem, tehát én ezt nem választottam, nekem ezt a kezembe nyomták, és ez a dolgom, úgyhogy ezt csinálom. Így igaz, ez nagyon szép dolog. És ugye majdnem, hogy együtt jártatok konziba, egy kis átfedéssel, ugyanígy különbséggel. A konzervatórium, ahol mind a ketten elkezdtétek tulajdonképpen a muzsikálást és a zenével való komolyabb foglalkozást, az mit jelentett nektek? A tanárok, a közösség? Milyen középiskolások voltatok, arra vagyok kíváncsi. Ez is különböző. Mert az Andi nagyon jó kislány volt, én meg nem annyira. Andi, annyira jó kislány voltál? Hát inkább azt mondanám, hogy zárkózott. Tehát én nehezen is léptem ki, mert nekem volt lemaradásom ahhoz képest, ahogy a többiek jöttek a konziba. Tehát többet tudtak nálam, pont azért, mert készültek rá. Nekem nagyon jók voltak az alapadottságaim, és egy csomó mindent be kellett pótolnom. Szóval, mint ennek a szakmának is megvannak azok a kézzel fogható és mérhető paraméterei, mint bármi másnak, amelyeket én nem tudtam. És akkor ezt körülbelül egy-másfél év alatt hoztam be. Úgyhogy olyankor azt lehet mondani, hogy eléggé visszavonultan végeztem ezt az iskolát, de hát szerencsém volt, mert kiváló tanárokhoz kerültem, amiről én akkor nem tudtam, de aztán ez az évek alatt kiderült. Én a Roman Hendrik tanárunknál kezdtem hárfázni, aki az operaháznak volt a szólista első hárfása, tehát szólozott is, amellett, hogy első hárfát játszott az operában. Ő Róman Imrének az édesapja volt, talán őt nem kell bemutatnom. Nekem osztálytársam volt az, igen, a Róman Imre, én is ismertem a Harry bácsit is. Hát egy tüneményes ember volt, nagyon szerette a gyerekeket, egy régi vágású, nagyon odafigyelős, de hihetetlen tartással és odaadással végezte a tanítás fáradtságos munkáját. Aztán ő sajnos meghalt. Még az alatt, az időszak alatt, amíg én konzis voltam, és akkor Metz Nóra tanárnőnél érettségiztem gyakorlatilag zenéből. De aki még ezen kívül, bár ez a főtárgyvonal volt, nagyon fontos az életemben, és talán a legtöbbet zeneileg, vagy a zenei képzésben, vagy a zene tanulásának elsajátításában köszönhetek, az Sípos Éva volt, aki zeneelméletet tanított, és zeneszerzősöknek zeneszerzést is a konziban, de azt mondhatom, hogy nem egy száraz elméleti tantárgy
valósult meg, vagy született az óráin, hanem valóban a gyakorlati zenével támasztotta alá, és azon keresztül vezetett rá minket ezekre a kézzel fogható tanokra. És én ott kaptam tulajdonképpen mindent ahhoz, hogy talán ma így muzsikálok. Tehát az alapokat és a gyökereket. És ezek után már nagyon könnyű volt a Zeneakadémián zeneelméletből, vagy bármi más elméleti, zeneelméleti tantárgyból a helyzetem. Tehát én mindent neki köszönhetek. És aztán sima volt az út, mert felvettek elsőre, és onnantól kezdve van egy diplomám is. És a többi tantárgy, a magyar, matek, meg ezek, amik mondjuk... Azok úgy voltak. Azok úgy voltak? Azok úgy voltak, de azt lehet mondani, és szerintem ez ma is jellemző a Bartók Béla Nemzeti Szakközépiskolára, amely mondjuk ki a hivatalos nevét, hogy elsősorban a gyerekek élete ott a zenéről szól, és akik igazán fontosak számukra, az a főtájtanár és bármilyen zenei tanár, és a gimnázium része a dolognak persze, hogy van, és persze, hogy tanulják, és persze, hogy nagyon fontos, de mint kamaszok elsősorban a saját választott útjukhoz ragaszkodnak. És szerintem ezzel mi is így voltunk. Ja, és talán ez ma sincs másként. Bár így öreg fejjel azt mondhatom, hogy fontosnak tartanám azt, hogy a társművészetekkel többet foglalkozzunk. Tehát gondolok itt az irodalomra, van akinek ugye beleszületik és adott a helyzetre, de vannak olyanok, akiknek nem, és ezeknek talán még fontosabb, hogy ezzel lehessen foglalkozni, és talán a művészettörténetet, mint tantárgyat erőteljesebben bevezetni egy ilyen művészeti középiskolában. De meg a nyelveket is azt gondolom. És a nyelveket, na ez már ugye a mai igen. korban talán... Hát én könnyebb helyzetben voltam, mert hogy a szüleim írták a másodikos és a negyedikes gimnáziumi tankönyvet, úgyhogy emiatt aztán elég viharos is volt a magyar történelem tanárral a kapcsolatom, mert hogy nyilván egy kamasz az hát nem nyilván, de mondjuk az én természetemet ismerve sajnos nyilván eléggé szemtelen voltam és lekezelő, mert hogy én hát ugye otthon megtanultam azt, amit mások esetleg nem, úgyhogy én magyarból például az érettségin dicséretes ötösre érettségiztem szóbelin, de az írásbelimet ez a bizonyos tanárnő például lepontozta, úgyhogy így most is be van írva az érettségi bizonyítványomba egy dicséretes 4-es, ami tudtam, már nem, se előttem, se utánam nem fordult elő ilyen osztályzás, de hogy van, tehát hogy voltak fiarok. Egyébként most, hogy az Andreát hallgatom, most még erősebb bennem az a kép, hogy mennyire nem véletlen a mi találkozásunk, mert hogy tehát így a gyökerek is, meg a természetünk is, meg minden annyira így kiegészítik egymást, tehát hogy szóval hát, nagyon-nagyon más, és hogy ez mennyire izgalmas dolog, hogy amikor pedig egy zeneművet elő kell adni, hogy akkor ez a két természet, meg ez a két különbözőség hogyan tud mégis egybeolvadni. Tehát, hogy az én szertelenségemet és fegyelmezetlenségemet az ő fegyelme és visszafogottsága mennyire jól tudta kordában tartani, meg kiegészíteni, meg hát visszájára meg őt tüzesíteni, vagy nem tudom, szóval, hogy ezek nagyon, nagyon szerencsésen alakultak. Az jutott az eszembe, hogy játszom Budaörsön a Női Furcsapár című darabba, hát valami ilyesmi vagytok ti, hogy furcsapár, aki tényleg kiegészíti egymást is, és egészen más is, ugyanakkor nagyszerűen tudtok együtt dolgozni. Hallhatunk megint valamit ebből a csodálatos együttműködésből? Mit játszunk? Mit szeretnél hallani? Hát a minden repertoárt is választok. Választasz? Hát tudunk játszani, vagy a közönség választott, vagy sokan van. Az is lehet, igen. Debussyt, igen. Tudunk játszani, azt nagyon szeretjük, tudunk játszani Chopin, tudunk igen. játszani Carment, tudunk játszani jó, legyen Bachot. Chopin először, jó? Először a Chopin. Ilyen demokratikusan megszavaztatom. És Chopintől mit tudtad? Chopinnek egyetlen egy műve van fuvolára, ez pedig egy Rossini témára, mert szerintem lehet, hogy te énekeltél is a kötőkéből, arra van egy variáció. Tehát ez nem átirat, hanem ez eredetileg ez is fuvolára. Ez egy teljesen eredeti, originál Chopin darab, de viszont egyetlen. Tegyük fölé.
Azon gondolkoztam közben, hogy egészen fantasztikus dolgot műveltetek, mert mind a két hangszer, a hárfa is, meg a fuvola is, tulajdonképpen zenekari hangszer. Egyáltalán nem mondható szolisztikus hangszernek. És ti, a ti egyéniségetekkel, a ti vágyaitokkal szóló hangszerré tettétek. Jól látom én ezt? Elég jó. Igen? Elég jó, igen. Még az elég egyértelmű volt nálam, talán nálad nem annyira, mert szóval nagyon-nagyon, de hát ezt majd nem mondani, nagyon szereti a zenekari munkát. Igen. Én nálam már ez is úgy koncipa elég egyértelmű volt, hogy nem az az út. Tehát nem az lesz a végállomás, hogy beülök a zenekarba, mert tehát ezzel az izgőmozgó természettel nem nagyon lehet egy... De azért ültél zenekarban. Persze, én végig jártam az akadémia alatt, volt egy nagyon kedves tanárnőm, Sebők Erika, és vele a Liszt Ferenc Kamara zenekarral, nagyon sokat dolgoztam, fesztivál zenekarral, állami hangverseny zenekarral, és ezek nagyon fontos tanuló évek voltak, de nem végállomás. Uh-huh. És te, Andrea? Hát igen, a hárfa elsősorban Magyarországon talán azt lehet, hogy évtizedeken keresztül egy ilyen kuriózum hangszer volt, még a zenekarokban is, hiszen hogyha egy szolisztikusabb állás volt egy zenekarban, akkor mindenki nyakát nyújtva nézte, hogy hol is van ez, mi is ez, hogy is van. És hát főleg az operában lehetett ezt szolisztikusabban hallgatni. Még azért valljuk be, Nyugat-Európában és a tengeren túlon ez a hangszer élte a szólista életét is. És én ezt mindenképpen szerettem volna, hogyha Magyarországon is hát napvilágra kerül ez a dolog, hogy bizony azért ez a hangszer az akkordikus jellegénél fogva is ugyanúgy képes önállóan megállni a négy pódiumon, mint mondjuk egy zongora. Vagy hogyha versenyű szempontból nézzük, akkor legalább akkora létjogosultsága van, mint egy klarinétnak, vagy egy fuvolának, vagy mint egy jobban ismert fuvós hangszernek. És hát ugyan én valóban így van, hogy sokat dolgoztam zenekarban, sőt az első munkakönyves állásom is zenekarban volt, méghozzá a Más Szimfonikus Zenekarban. Én 15-20 évig gyakorlatilag részt vettem Magyarország élzenekarainak a munkájában, és emellett voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy elindíthattam útjára a hárfa szóló karrierjét Magyarországon, tehát a hangszernek a szóló életét, amihez egy lemezfelkérés adott kezdőlendületet, egy német cég keresett fiatal, nagyon tehetséges muzsikusokat Magyarországon is. Ebbe a kategóriába kerültem bele én is, Várjon Dénessel első körként, ő zongorista, hát talán őt se kell már bemutatni, hiszen azt lehet mondani, hogy a világban most már egy ismert szólista. És ezek után ezt majd Eszter fogja elmondani, de hát azok a fiatal muzsikusok, akik a Zeneakadémián együtt szívesen dolgoztak, alakítottak egy ilyen kis kamarazenei csoportosulást, és ez is egy teret adott többek között ahhoz, hogy a Zeneakadémia nagy termében, mint szóló hangszert ismerhessék meg a hárfát, nem csak mint versenyművek előadójaként, hanem kamara is valóban úgy, hogy egyszer hárfával a színpadon is megjelenhettem. Én olyan szerencsés voltam ebben az időszakban. Ez 93 után, illetve 93-tól datálódik. Az azóta is így tart, igen. Van elég nagy irodalma a hárfa irodalmának, a hárfának, zeneirodalmának? Én szerintem feltétlenül felveszi a versenyt. Ha a zongorával nem is, mert ugye azt mindenki tudja, hogy a zongorának van talán a legtágabb irodalma, nyilván a hangszer karakteréből, jellegéből és technikai bravúrjaiból adódóan, de ez felveszi a versenyt bármely fúvós hangszer irodalmával. Tehát azt lehet mondani, hogy ha valaki erre teszi az életét, az nem fog élete végéig sem unatkozni. És hát minden korszakból természetesen van, annak arányában és mértékében, hogy a hangszer az adott korban mennyire volt technikailag fejlett, és ezért a zeneszerzők mennyire fedezték föl, vagy aknázták ki, és alkalmazták zenekarokban, illetve szólista feladatra. Hány saját hárfád van? Ez az egy, amit most itt látunk? Nem, ez is hát sok szálon indul, mert a legelső hárfámat, ami egy orosz hárfa volt, és egy leningrádi hárfagyárban készült, azt a nagypapámtól kaptam,
És ez akkor is nagyjából abban az arányban mozgott, mint most, tehát egy átlagos kocsinak az ára egy hárfa. De hát én akkor rettenetesen büszke és boldog voltam, hogy voltam 17 éves, tehát a középiskola közepén kaptam meg tulajdonképpen az első hárfát, és hát ez egy óriási dolog volt, mert nem kellett hajnalba kelni attól kezdve fél hat és hat óra magasságában, hogy bemenjen az ember még a gimnáziumi 8 órás csengetés előtt gyakorolni, meg ne kelljen este 9-ig ott ülni és várni a soromra, hogy én mikor juthatok teremhez és hangszerhez. Tehát ez egy őrült nagy fegyvertény volt akkor. És hát a nagypapám azt mondta, amikor meglett a hangszer, hogy szegény kislány, micsoda cigány élete lesz. Mert hogy hát a muzsikus az, ugye, az ő szemében, aki szintén hát egy polgári családból származott, hát ez lehetetlen dolog volt. De hát aztán azóta lett amerikai hangszerem is, amit az elsőt azt az Eszter nagypapájának köszönhetek. Ezek a nagypapák kezek. Ezek a nagypapák kezek, fantasztikusak. És aztán ez a hangszer, amit itt látnak, ez egy svájci hárfagyárnak az egyik remek műve, azt lehet mondani, mert nagyon szép, és hát a hangja is, én úgy érzem, hogy jó lesz, bár nagyon új, tehát még talán aki egy kicsit többet jár koncertre és hallgat ilyesmit, az még érezheti a nyersességét, de szép lesz. Úgyhogy ez egy vadonatúj hangszer. Új hangszer? Mióta van nála? Nincs még fél éve. Ez olyan, hogy a kocsit be kell járatni. Igen, még be kellett járatni. Hát használd egészséget. Köszönöm szívában. És a te hangszered, ez a gyönyörű. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Ezt egy évvel ezelőtt egy bank vásárolta. Ez egy mesterhangszer, és hát a világon nem keveseknek van ilyen, úgyhogy ez az én életemben egy óriási nagy lehetőség. És hát ez párosult azzal is, hogy én elkezdtem foglalkozni egy másik műfajjal is, tehát belecsöppentem más stílus zenék világába, és hát ez örületesen összejött ez a két, tehát nagyon-nagyon megdobott az, hogy egy új hangszert kaptam, mint hát szintén ugye, mint a lovakat be kell törni, és az embernek önmagához idomítani, és megszeretgetni. Hányadik hangszered ez a 14 karátos arany hangszer? Tudom? 14 karátos arany hangszer. De ezt nem kell nagyon kiabálni. Nem. Kivegyünk. De. Úgyhogy amikor először csináltak velem interjút az RTL-be, akkor utána az anyósom felhívott, és kislányom, ez nem lehet, és lezártál mindent, és bebiztosítottam a lakát. Tehát nem lehet csinálni, hogy a televízióban. Úgyhogy most eszembe jutott az én édesanyósom. Úgyhogy most... Ez csak tolnai szalon. Igen, szóval legyen a mit is. Szóval hányadik ez az arany? Ez, várjál csak, előtte volt nekem egy szintén a forráskamra az én műhely, amit itt említett az Anti, tehát az alapítvány keretén belül kaptunk hangszereket, tehát ott is kaptam már egy nagyon jót, az is egy arany hangszer, csak nem ennyire kimunkált, mint ez. És hát előtte volt nekem egy nagyon-nagyon jó ezüst, amivel már az első lemezeket készítettük. Azt én megnézem, nagyon szerettem. Igen, annak tényleg nagyon szép hangja volt, pedig amikor először az volt az első, nem, volt egy Yamaha, amit aztán nagyon gyorsan eladtunk, hát azon kezdtem, azt a szüleim vették. De ami az első ilyen komolyabb hangszer volt, ez az ezüst, és először, mikor megfújtam, akkor le is akartak beszélni az akadémiai tanárok, mert nem, szóval annyira nem volt jó a hangja. És csak azért nem volt jó a hangja, mert egy hónapig azt hiszem egy fiújé volt, akinek nem volt szép volna a hangja. És aztán sikerült kiűznöm belőle azokat a hangokat, amiket ő belerakott, és egészen fantasztikusan megpuhult, és nagyon, szóval nagyon szerettük, nagyon szerettünk azzal dolgozni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a harmadik igazából komoly hangszerem. Hát előtte kaptam a Zeneakadémián, meg mondom, volt egy ilyen kezdő Yamahám, amit még a szüleim vettek, mikor úgy komolyabbá fordult nekem ez a zenetanulás. Ez tényleg azt jelenti, hogy a hangszer, a ti hangszeretek az semmi máshoz nem hasonlítható, de valami nagyon személyes, ugye? Nagyon, tehát borzasztóan fontos az, hogy hát egyrészt milyen minőségű, tehát másrésztről meg az, hogy tényleg sikerül-e
Szóval ez mindig egy nagyon nagy kaland. Tehát tavaly, amikor kaptam ezt, mert hosszú idő, tehát amit mondta az Andrea is, hogy ugye fél éve van nála egy hangszer, és akkor erre mondhatná ezt, hogy lakos, hogy fél év az nem elég, hiszen nap mint nap dolgozik, meg gyakorol. És nem, mert egy annyira intenzív szellemi, meg lelki kapcsolat alakul ki. Tehát, hogy a egymásra ezzel. Szóval tényleg, mint egy élőlény. Tehát annyira... Tehát én, amikor ezt megkaptam, akkor a másik hangszerem az nekem nagyon női. Tehát az volt az érzésem, hogy egy nagyon, nagyon finom ilyen női hangszer. Tehát nagyon finom hangokat lehet rajta, ez az meg is van. És amikor utána ez jött, akkor azt éreztem, hogy ez egy ilyen férfi, egy macsó, akit hiába fújtam, egyszerűen egy visszaröhögött, hogy micsoda, ennyi van csak benne. Tehát ezért kellettem én neked. Tehát nagyon, nagyon intenzív ez, hogy az ember tényleg nap mint nap testi, meg lelkét, a lehelletemet folyjon belé. Nagyon, ez így igaz, hadd mondjam el, hogy kaptam egy felvételt, egy egészen új friss felvételt az Esztertől, ez a Class Jazz Band mostani január 5-i koncertje, ebből meg is mutatnánk egy részletet, ha addig be lehetne állítani, nem tudom, hogy kapok egy kis segítséget, most melyik van bent? Az eredeti van? És nyugodtan benyomhatjuk meg ilyen? Mit kell benyomni? Legfeljebb az Andi. Mert hogy éppen azon csodálkoztam, hogy nem, ezt most kikapcsoltak teljesen, az a power, igen. És a play, talán azt kellene benyomni. Igen, ez az. Ő az. Látnak? Valamelyiken? Kis hangerő. És hangot nem tud ráadni? Technikai zsenik vagyunk. Így van. Na, szóval engem is meglepett, hogy olyan rekettes, olyan néha olyan csúnya, olyan hangja, pedig én nem tudtam volna eddig a fuvoláról elképzelni, hogy ez egy jazz hangszer is lehet. De úgy látszik, hogy az Esztert és elképzelte, igen.
Hát ez egy fantasztikus dolog az én életemben, szóval tehát ez a crossover, ez azt tudja, amilyen én azt hiszem, hogy én valójában vagyok. Szóval, hogy tehát a különböző műfajok és stílusok között egyáltalán nincsen elszigetelődés. Tehát az elképzelés, hogy klasszikus zene létezik, meg népzene, meg jazz, meg pop, meg rock, ezt tudja, hogy van, ezt a crossover, tehát elfelejti, tehát nem azonosul vele, hanem a crossover maga az azt jelenti, hogy kereszteződések. Tehát arra ad lehetőséget, hogy ezekben a műfajokban abszolút lehessen lubickolni és kibejárkálni. És hát azért is fantasztikus, mert hát azért, tehát hogy én ugye klasszikus végzettségem van, tehát ezt tanultam. Nem kell, hogy elfelejtsem, hanem abszolút használhatom, miközben lehetőségem van új műfajok megtanulására is. És hát ez nekem nagyon-nagyon nagy boldogságot ad, és azt gondolom, hogy ma, a 21. században ez egy olyan lehetőség, egy olyan műfaj, ami abszolút aktuális. Tehát mindig nagyon kerestem azt, hogy miközben hát a múlt zenéjét játszom folyamatosan, hogy akkor mi dolgom van itt, tehát miért születtem én a 21. században, miközben állandóan Bachot, meg Mozartot, meg Debussyt, meg egyebeket játszom. És próbálkoztam én a klasszikus kortárs zenével is, tehát pontosan a Forrás kamarazenei műhely kapcsán Bulesztől kezdve egész mai élő zeneszerzők munkáin dolgoztunk, és az az élményem volt, hogy ezek izgalmas darabok, de nem tudom én igazából hitelesen közvetíteni, mert hogy tehát az egész személyiségem vagy egyéniségem az nem feltétlenül arra született, hogy ezeket adja tovább. Tehát hogy általában a kortárs művek, tehát a klasszikus kortárs művek nekem többségében arról szólnak, hogy tükörképet mutatnak a világról. És hát a világunk az bizony manapság, meg biztos, hát ez régen is így volt, tele van diszharmóniával, meg koszossággal, meg hazugsággal, meg vérrel. És hát ezeket biztos, hogy szükséges mutatni az embereknek, talán riasztásul is, de azzal szembesültem, hogy én ezt nem tudom hitelesen közvetíteni. Tehát, hogy feltehetően az én személyiségem arra jó, hogy inkább azt mutassam, hogy van másik oldal. Tehát vidámság, lendület, szenvedély, szépség, akár fájdalom vagy bánat is, de nem feltétlenül a diszharmónia. És hát erre nekem ez a crossover, ez teri találat. Igen, biztos vagyok benne egyébként, hogy ez még csak a kezdete valaminek, ahogy én is elnéztem. Hát mondjuk Adria, te például nem foglalkozol ilyen alantas dolgokkal, hogy a hárfán jazz-t játszani? Annyira nem is tudom elképzelni sem. Pedig van, és én nagyon szeretem. De mint én azt gondolom, hogyha ezt valaki komolyan műveli, abban egy olyan alapjártasságra kell szerteni, amit sok esetben bizonyos mértékig meg is kell, és meg lehet tanulni, ám de erre születni kell. Valószínű, hogy az én génjeimbe ezt nem csempészték bele, és én ezért maradtam a hangszeremnél fogva is talán elsősorban a komoly zenénél. Természetesen én ezt a zenét nagyon nagyra tartom és nagyon szeretem, de mint művelője azt hiszem, hogy a közönség nem biztos, hogy tőlem lenne a legboldogabb a színpadon. Egyébként ez tényleg így van, szóval ez az első percekben eldőlt. Tehát amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor Zorán mondta azt, hogy valljon be neki négy szem közt, tehát nem hiszi el, hogy soha nem játszottam ilyesfajta zenét. És tényleg soha nem játszottam, szóval, hogy ez tényleg vagy, tehát ilyen az ember vérébe benne van, és valami elementárisan jön, vagy ez tényleg nagyon nehéz. Ez egy jó találkozás volt a Vulkánnal. Hát abszolút, ez egy nagyon-nagyon nagy találkozás, nem könnyű, de találkozás, mert vele speciál nagyon-nagyon hasonlítunk egymásba, tehát ami az Andival abszolút működik, hogy kiegészítjük egymást, és ő nagyon finoman le tud engem kerekíteni, ott nem, tehát ott egy hason szőrűvel hozott össze a sors, úgyhogy hát az egy keményebb meccs. Ez a Zenakadémia volt, és én tudom, hogy a Zenakadémia az elmúlt hetekben, hónapokban, meg még a következő hónapokban azért az Andrea életében is nagyon fontos helyszín lesz, de hogy te nagyon szereted
ezt az akadémiát hasznosítod nekem. Igen, hát a mai napig, amikor belépek az aulába, és hát ez ugye hetente legalább háromszor előfordul velem, mert hogy tanítok ott, akkor mindig megilletődve érzem magam, szóval mindig elfog az az ünnepélyesség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, de hát az az emelkedett érzés, hogy egyrészt az épület szépsége, ez a szecessziós, azt lehet mondani, talán majd Budapesten is az egyik legszebb és leghíresebb épület, emléképület, másrészt pedig hát a hatalmas zenész géniuszok, az ősök, akik ugyanezt, ezeket a falakat koptatták, és Magyarországot, mint szellemi elitet híresítették a világban. És azt hiszem, hogy ezt nagyon is ápolni kell, és nem szabad sohasem elfelejtenünk. Mert talán ezzel, és nem csak a szellemi kincseinkkel, amit orvostudományra és egyéb művészeti ágakra is érthetünk, de azt hiszem, hogy a zenei, most idézőjelbe teszem, nagy hatalmunkat nem szabad sohasem elfelejteni és föladni. Tehát, hogy ezt tovább kell vinni és folytatni és tenni kell az ügyért. Akkor is persze ilyen. És én tulajdonképpen ennek... Azt mondom, hogy nem harcos. De van egy másik épület itt Magyarországon, amely szintén nagyon kedves neked, és ez a Gödöllői kastély, igaz? Igen. Egy véletlen folytán kerültünk oda, meghívtak minket játszani, és hát nem ismertük a Gödöllői kastélyt, elmentünk, megláttam a dísztermét, ami egy fehér arany tükrös terem, csillog, villog, ragyog és csoda szép, és sziszi, és hát szóval úgy, ahogy lennie kell annak. Jó közegben van a kastély. Igen. És akkor olyan szép élményeink voltak ott, és olyan gyönyörű koncerteket sikerült ott adni, és a terem és a hangszerek, én azt hiszem, hogy mértékben találkoztak, hogy ennek az ihletett állapotnak a kapcsán jutott eszünkbe az, hogy hát létesítsünk oda egy, vagy szervezünk oda egy nemzetközi hárfa fesztivált, ami most már több éve működik ebben a gyönyörű teremben, és a világ leghíresebb hárfásai jönnek el, akik a maguk területén Sziátoszláv Richterek vagy David Oistrakhok, és természetesen nem feledve azt a törekvést, amit együtt kezdtünk el, hogy a fiatalok és a magyar kultúrát és zenei képzést is erősítsük, nem csak lélekben, hanem gyakorlatban is. A magyar fiatal hárfások is minden évben adnak ott koncertet. A részben azok, akik már profi zenekarainkban dolgoznak, részben pedig a főiskolás, illetve zeneakadémiás fiatalok, zeneakadémista fiatalok. Úgyhogy ez a másik nagy álom, ami végül is valóra vált. És visszautalva az Eszter stílusaira, természetesen itt mi is széles skálát nyújtunk, mert nem csak a klasszikus zenével foglalkozunk, hanem bizony eljön a jazz is, hárfán, noha nem én fogom játszani, de itt lesz, és hát olyan ágait is, vagy szeretét is bemutatjuk ennek a hangszerek, mint az írhárfa, vagy a tilúri hárfa, és egyéb ilyen népi instrumentumok, vagy azt lehet mondani, hogy a legnépszerűbb korszakát élő reneszánsz hárfa. Érdekes. Neked is van egy bejátszásod, az a Zeneakadémián van? Nem, az a Gödöllői Királyi kastélyban. Hát akkor bele trokáltam, mindjárt meg is nézik ezt a csodálatos fehér és arany termet, és addig, amíg bekészül, addig elmondod nekünk, hogy mit fogok hallani, és hogy kivel játszol együtt. Igen, ez egy Saint-Saëns, majd utána. Saint-Saëns. Thank you.
mondd el a tudnivalókat erről a kerületről. Ez szintén nemrég készült, majdnem úgy egy hónap különbség, de karácsonyfa volt ott. És hát őt úgy hívják, hogy David Grimal, egy francia hegedűs. És azt lehet mondani, hogy szerintem korunk egyik legnagyobb hegedűse lesz, mert olyan muzsikusokkal dolgozik folyamatosan, és olyan kritikák, illetve olyan elismerések jelennek meg róla, hogy osztrakhoz mérik kisugárzásban és hát technikai tudásban is. Úgyhogy szerintem róla fogunk annyit hallani, mint mondjuk Kadakoszról. Fantasztikus élmény volt vele játszani, nagyon-nagyon fiatal, 20 éves, és hát én nagyon remélem, hogy fog jönni még Magyarországra. Fantasztikus Bach játékos, egy olyan sakont játszott, amire szerintem kevesen képesek a világban. És ez pedig, amit hallottak, ez a Saint-Saëns-nak eredetileg is hegedűre és hárfára írt fantáziája volt. Hát ebben a gyönyörű teremben is környezett. Én gondoltam, hogy jobban kinyitja majd a kamera, és meg tudjuk csodálni, de nem ment odáig. Egyébként, ahogy beszéltél erről a fiatalemberről, az jutott az eszembe, hogy úgy beszélsz róla, mint a tanár, mert hiszen tanár vagy. És azzal a szeretettel, hogy miből lesz majd a cserebogár. Erről a tanításról, mert Eszter is tanít, te is tanítasz. Mesélj nekünk, meséljetek nekünk, hogy mit jelent nektek a tanít. Nektek, akik anyák vagytok, hiszen mind a kettőtöknek két-két kisgyerekük van. Neked van két lányod, Andreának két fia. Hát, hogy az egyes, hogy megvan. Koncertező művészek, ugye? És házi asszonyok is, anyák is, és hát egyáltalán hogy lehet ezt a tanítással összeegyeztetni, ami hát egy embert, én úgy gondolom, hogyha valaki komolyan a fejét a tanításra adja, akkor az nagyon sok energiát kivesz az ez ember. Nagyon jó kérdés, nekem egyébként ez komoly problémát okoz, főleg mostanában, mert nagyon-nagyon sokat játszom, és tényleg valóban ez így van, hogy szóval tanárnak lenni az egy élet, szóval amerre még az is nehezen fér, hogy az ember anya, hogyha igazából komolyan csinálja ezt a dolgot. Én konzervatóriumban tanítok, tehát ez azt jelenti, hogy 14-től 18 évesekig, amikor én nagyon-nagyon szeretem ezt a korosztályt, tehát nem is tanítanék máshol, vagy más mondjuk főiskolán, vagy akadémián, mert nagyon közel érzem magam a kamaszokhoz. A lelkünk az valahol összeér. És ugyanakkor meg egy rettenetesen érzékeny korosztály ez, tehát nem egy olyan tanítványom van, aki például árva. Tehát meghalt az édesanyja és édesapja is, és tulajdonképpen ilyen anyapótlék vagyok neki. Tehát egy főtájtanár az egy ilyen korú gyerek életében az hihetetlenül fontos dolog. Tehát olyan szinten kapaszkodnak belém, és hát ott vannak mindig a koncertjeimen is egy ilyen, tulajdonképpen nem is igazából normális kapcsolat, ez most idézőjelben a normális dolgot, és hát ez rettenetes nagy felelősség és nagyon nagy nyomás. Tehát én mostanában elég sokszor érzem azt, hogy esetleg kevesebb tanítvány kéne, vagy mert nem tudok megfelelni annak a hihetetlen igénynek, egyrészt felülük, ami jön, másfél meg ami bennem is van, tehát hogy ez egy óriási nagy dolog tanítani. Hány tanítványod van most? Hát mindig nagyon sok. A konzervatóriumban van 7, tehát ami heti 14 órát jelent, ugye kétszer jönnek egy órára, és még van egy pár privát. Privát is tanítok. És te, Andrea? Én a Zeneakadémián tanítok, bár nem itt kezdtem ezzel az egész üggyel foglalkozni, hanem kicsikkel zeneiskolában, aztán a konzervatóriumban is, most a Zeneakadémián, most csak itt tanítok, de hát csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy ez nagyon nagy felelősség, és valóban minden gondjukkal és problémájukkal a növendékek a főtártanárhoz fordulnak jogosan, szóval ez így normális és természetes dolog is. Én nem csak főtárgyat tanítok, tehát nem csak hárfát, hanem kamarazenét is, és zenekari szólamismeretet, úgyhogy noha 5 növendékem van, de ez oroszlánban lényegesen többet jelent, hiszen más tantárgyak is hozzákerültek. Ehhez ennél több gyerekmennyiséggel dolgozom ezért együtt. És hát nem könnyű valóban, mert nem csak arról van szó itt, hogy az ember persze technikailag képzi őket, meg művészileg amennyire tehetségéből és intuitív készségéből adódik,
hiszen a tanítás az valahol egy beleélő képességet igényel. Tehát minden gyerek, én azt hiszem, egy nullszélia, ami azt jelenti, hogy nincsenek sémák és sablonok, amit bárkire rá lehetne húzni. És talán ebben a művészeti ágokban, nem csak a zenében. Én azt gondolom, hogy a tisztakmátokban is Ildikó, és a tánctól kezdve a képzőművészetben is mindenkinél ez nagyon fontosnak találom, hogy az adott lelkületbe képzeljük magunkat bele, és annak az útját kell lelki szemeink előtt látni ahhoz, hogy valóban eredményt érhessünk el, hiszen ez egy közös munka. Ez egy kocsi, amit két ló húz, és hogyha nem egyfelé és egyszerre húzza, abból semmi nem lesz. Hát hihetetlenül más karakter minden gyerek. Más múlttal, más jelennel, más indulatokkal, más tehetséggel. Tehát én is akkor egyfolytában mondjuk 7 órát tanítok, tehát bemegyek délre vagy egyre, akkor este 7-kor, 8-kor úgy érzem magam, mint a rongy. Tehát, mert minden óra más, tehát váltani kell, minden gyerekre váltani kell, és én végig is játszom velük, mert igénylik is, hogy hallják ezt a hangot, és én magam is tanítok két helyen is, és én bizony sokszor kapom meg a férjemtől azt, hogy hát azért néha foglalkozhatnék a saját gyerekeimmel is többet. Na most mi ezzel a kérdéssel, hogy álltok? Mi nem kapjuk meg a férjeimtől szerintem. Én főleg nem. Nekem az életem párja egy roppant lojális és családcentrikus ember, és mindenben segít, amiben csak tud. De hát az az igazság, hogy ez valahol lelki szükséglet is, nem? Szóval a család az, hogy még többet adja a gyerekednek, vagy próbálj. Ezért az ember mindig kompenzál. Tehát úgy érzem, hogy már sokat foglalkozok más gyerekekkel és más problémákkal, hogy hát Jesszus Mária, vajon a saját gyerekeim mennyire szorultak háttérbe. De aztán rájövök, hogy végül is nem, mert hát a családi élet nálunk teljes, és hát a két gyerek is nagyon harmonikus környezetben és szeretetben él. Tehát minden éves a kis fiait, hány évesek? Most lesz a nagyobbik 11, és a kisebbik meg 6, tehát 5 év a korkülönbség köztük, ami olyan szempontból sok, hogy hát a nagyot már persze más minden érdekli, mint a kis óvodás kicsit. De hát mind a kettő nagyon édes és nagyon aranyos, és hát imádjuk őket. És nálad ezt te? Hát én nehezebb helyzetben vagyok, vagy voltam, mint az Andrea, mert hogy én elváltam. Tehát nekem ez egy külön teher a gyerekeket illetően. Tehát az én kislányom 7 hónapos volt a második, amikor mi külön mentünk. Ez egy nagyon csúnya és hosszú történet volt, mármint a válás, mert az eleje a házasságnak az már nagyon szép és termékeny. És hát engem tulajdonképpen, ami kisegített, az megint a nagy család. Tehát édesanyám még, anyósom még is, 3 testvérem, tehát hogy van körülöttünk egy nagyon nagy család, ami egy nagyon nagy burok, meg egy nagyon-nagyon erős és intenzív baráti kör. És tulajdonképpen ezeknek az embereknek a szeretetéből tudtam én valahogy lábra állni, és hát a két gyerekemnek is visszaadni a hitet abba, hogy hát, hogy nem maradtunk egyedül, tehát, hogy fel fogunk állni, és boldogok leszünk, és hát talán nem kiabálom el, de úgy tűnik most pár hónapja, hogy ez is megoldásra talál. Muzsikáljunk valamit, jó? Muzsikáljunk, az na, jó. Most a közönség válasszon. Debussyt mondtatok? Debussy. Debussy? Akkor álmodozzunk egy kicsit. Igen? Jó? Jó. Álmodozás. Be szokott hangolódni ilyenkor? Hát igen, az én. Hát nem mondjuk, hogy állandó temperával itt az ilyen temperatúra. Akkor templomokban elég sokat szoktunk játszani, főleg nyaranta, és hát a templomoknak meg kifejezetten nagyon sokszor vizes, meg hát ilyen egészen fura hőmérséklete van, úgyhogy ott rendszeresen kell a koncertek közben
hangolnunk, amikor én megpróbálom szórakoztatni a közönséget. Hát ez egy ilyen dolog, tehát én nagyon-nagyon érzékeny. Még minden hangszerrel teljesen érzékeny. Volt olyan például Kapolcson, amikor a templomban játszottunk a Kapolcsi Fesztiválon, hogy az én fuvának és a párnái teljesen bevizesedtek. Úgyhogy... Hát igen, nem beszélt arra, hogy a hangszeren túlnyomó részt bélhúrok vannak. Állati, tehát birkabélből sodort, szárított bélhúrok, és hát kezelik persze meg. Ellátják úgy, ahogy kell, és a bélhúr az magába szív mindent. Tehát nincsen mondjuk még annyi ellenállása sem, mint egy zongoránál ezek az acél, vagy fonott, vagy akár a húros hangszereknél, vagy a hegedű vonós hangszereknél, ugye ott azért fémhúrok vannak alapvetően. Tehát jó, hogy azok is nagyon könnyen és nagyon-nagyon nagy mértékben reagálnak a környezeti változásokra, na, de hát ez a bél, hát ez borzasztóan. Úgyhogy ezért kénytelenek vagyunk hangolni, és ahogy látják, nem is homogén, nem egynemű a húrozata, mert itt olyan nagy a feszítés már a hárfán, több mint egy bázsa. És itt lent, csak itt lent. Úgyhogy itt sodrott acélhúrok vannak, követik a bélhúrok, és legfelül ezek az icike-picikék, amik szintén nagyon-nagyon feszítve vannak, ezek pedig műanyag nejlonhúrok. És mind a három másképp reagál arra, hogy most világítunk, meleg van, bejöttünk, sok ember lett, páradosabb lett a levegő, mert ahogy lélegzetet veszünk. Nagyon szépen megkérjük a napot. Tartsuk vissza! Tartsuk vissza! Most ezek nem tud fúrálni a saját képét. Ezt így elköndumálnak. Thank you.
közös CD-tek jelent meg az elmúlt 10 évben? 128? Nem, már 341. Hát van egy pár. Van egy pár. Van egy pár. De ezeket jól gondolod. Ág, mi kéne. Van, na, Szandrának van. Ez folyik a szóló CD-kkel, illetve a zenekariakkal, és hát igen, ez most már számos. És ezekkel a hangszerekkel nem történhet semmi közben valami olyan váratlan, ami hogy ráhibáztam? Nem történhet. Nem? Hát hogy történhetne? Semmi. Ez cserbenhagyásos gázolás. És a hárfán nem pattanott el egy húr például? Dehogy nem. Olyan nem volt. Olyan volt? Nem volt. És akkor mit lett? Hát majdnem infarktust kaptam, hogy nagyon nagyot szól. Akkora hangja van? Iszonyat. Szóval elpattan egy detonáció. Hát mert ez az iszonyatos feszítő erő, ugye ez szétlövi ugye ezt a húrt, ami oda van erősítve, és ez a rezonáns szekrény, ami önök felé van meg szépen megfestve, ez felerősíti a hangot. Tehát ez úgy működik, mint egy ilyen nagy hangszóró vagy erősítő. Úgyhogy hát nekem viszont voltak kalandjaim ezzel a hangszerrel, hogy ő lehet, hogy azt mondja, hogy nem, így gyilkosságban felé. Az ember gyanútlanul kimegy és játszik ilyen átszelemű darabokat, és egyszer csak lelődik egy hárfahúrral. De még ennél is vannak vérfagyasztott történetek, mert sose felejtem el, hogy a, már nem tudom, hogy a Vigadó vagy a Zeneakadémia nagy termében játszottunk, Rimszkij-Korszakov, Seherezádé. Gyönyörű, darab, hegedű szól úgy, ahogy kell, megy a koncert, közönség rettenetesen át van már szellemünkbe, élvezi, vége felé tartunk, kitörés, szerelem, mindent elmondott már a darab, majd jön egy generál pauza, ami azt jelenti, hogy az egész zenekar csöndben van, egy nagyon rövid ideig, egy ütemnyi időtartamban, és utána egy nagy, heroikus végkifejletés, a darab ugye befejeződött. Hát én nekem ebben a generál pauzában egy ilyen jó vastag fémhúron azt mondta, hogy köszönjük szépen a mai feszítésnek, ilyen ennyi elég volt, és elszakadt. Bele a csendbe, iszonyatos detonáció, a karmester majd kiáltotta a karmesteri pálcát a kezéből, mindenki persze oda nézett. Aztán befejeztük a darabot, de hát szóval ilyen élmények azért érik az embert. Ettől szép az élet. Hát bizony, igaz. És tudtok gyakorolni? A sok-sok tennivaló közepette gyakoroltok? Gyakorlósak vagytok? Én nagyon szépen. Nem. Borzasztóan fontos, szóval egy olyan alap biztonságot, illetve bizonytalanságot ad az embernek, hogyha erre nincsen igazából idő meg lehetőség. Tehát nem is elsősorban csak a gyakorlás, mert nyilván az is, tehát az ember technikailag állandóan tréningezze magát, hanem az, amikor tényleg kettesben van az ember a hangszerével. Tehát semmi más nincs a világon, csak ketten vagyunk, és akkor ott megszülethet valami. Egyébként meg azt hiszem, hogy nem. Tehát ugye ennélkül ezt a pályát nem lehet. Nekem elég sok színész barátom van, meg ismerősöm. Igen. És velük szoktunk erről beszélni, tehát ilyen élményeim is vannak, hogy itt nyaralni voltunk együtt, és akkor utána visszajöttünk, és pár óra múlva a színpadra kellett állni is. Tehát egyáltalán nem éreztem semmiféle különösebb rákészülést. Tehát mondjuk én egy nyaralás után ki kéne állnom koncertezni, úgyhogy nem gyakorlok, akkor frázba lennék meg. Tehát, hogy abszolút nem. És hát ezt mondjuk jónak mesélem tényleg, de hogy valahogy ti a hétköznapi életben is tudtok próbálni. Hát mert beszéljük egyfajtában akkor is, hanem a színpadon, használjuk. De ez egy hangszeresnél nem így van. Szóval ez főleg, hogyha most visszatérek a családra, akkor ez egy óriási nagy áldozat, hogy ezt bele kell kalkulálni az életbe. Tehát amikor otthon is vagyok, és akkor nem értik a gyerekek, hogy de most mi? Mert gyakorolnom kell. De hát anya, hát itthon vagy, akkor gyere, légy szíves, és törüld ki a fenekem, adjál enni, azt vedd le, de most gyakorlok, és azt nem. Tehát, hogy mivel nincs az, hogy bemegy a munkahelyére, és akkor ott elvégzi a dolgát, hanem otthon együtt él velünk, és közben mi az, hogy elmegy a szobába, és nem lehet hozzá bemenni meg, szóval, hogy szóval ez egy... De megtanulták és megértik, ugye? Nem? Az Andi kisfia, igen. De azért ezzel kapcsolatban van egy aranyos történet, amit meg kell, hogy osszak önökkel. Boldogult fesztivál zenekaros időszak alá esett a történet. A nagyobbik kisfia volt olyan 3 éves körülbelül,
akkor még nem volt a kicsi, elmentem reggel dolgozni. Hát ő már ezt is igen keservesen vette tudomásul, és hát jelenetek zajlottak az előszobába, hogy anya most miért megy el, majd csapódott az ajtó, anya el, és a férjemmel maradt otthon a kicsi. Jobb híjem. Majd először nagyon szomorúan az előszoba ajtót nézte, sarkon fordult egy szó nélkül, berohant a nagyszobába, és vadul elkezdett hárfázni, de vadul. Férjem ment utána, te mit csinálsz? Nem látod, tehát gyakorol. És miért gyakorol? Hát, ha anya hazajön, neki már ne kell. Jaj, hát nem könnyű művész gyereknek lenni, ez biztos. És hogy érzitek, hogy van valamiféle készet és affinitás a gyerekeitekben? A jó hallásúak szeretik, énekelnek? Hát a nagyobbik nálam tanulnám, inkább a kicsi. Szóval az egészen megdöbbentően és szorongatóan nagyon-nagyon tehetséges. Tehát nagyon sokszor már becipáltak az óvodába is, hogy tegyek valamit, mert... Ő a Lili? Ő a Lili, a kicsike, aki? Igen, hát neki is úgy néz ki, hogy abszolút, nem, négy, hogy feltehetően, hát amennyire le lehet mérni ilyen kicsi korban, neki is abszolút hallása van. Az volt, hogy pár hónapos volt, és a kiságyában feküdt, és én lenne egy kis furujás gyereket hallgattam meg, és hát valamilyen kis egyszerű dallamot játszott a furuján, és ez csak ilyen nagyon furcsa, ilyen furuja-szerű hangon hallom ugyanazt, mert énekelve. És aztán nem értettem, hogy meghűltem, vagy mi van belül, vagy mi ez. És aztán ez újra megismétlődött, amikor kétszintes a lakásunk, egyértelműen föltről jöttek a hangok, és felszaladtam, és a Lili valahogy nem tudom, ilyen torok, furia hangon, egy az egybe, ugyanabban a magasságban visszaénekelte azt, amit a kisgyerek furujázott, és aztán ilyen zenész barátok jöttek, és ezt próbálgattuk is, és működik a gyereknél valóban. És hát ezzel párosul egy hihetetlen exhibicionizmus is benne, meg egy, tehát egy nagyon mozgékony, nagyon aktív kisgyerek, úgyhogy feltehetően se fogja elkerülni ezt tanúsító, a művész, ismerem a kisgyereket, igen. Művész utat, úgyhogy ő szerintem majdnem úgy determinált, hogy valami ilyesmivel. És nálunk foglalkozni? Hát nálunk a nagyobbik fiam nagyon szereti a zenét, és ez Eszter a tanúm rá, hogy mikor egészen kicsi volt, már vittük koncertekre részben. Ennek volt egy olyan oka, hogy nem tudtuk szegénykémet otthon hagyni, mert nem volt, aki vigyázzon rá. És a gyerek teljes csöndben végigült nagyon nehéz koncerteket, és a csodájára jártak. És egyébként ez ma is így van, tehát őt bármilyen helyzetbe el lehet vinni, mert értékeli, élvezi, és azt lehet, hogy most már a szakértői véleményeket is néha időnként úgy elejt. A kicsi az egy nagyon mozgékony, nagyon nehezen ilyen szempontból leköthető valaki, ő vele nem próbálkozunk a koncertérben, azt hiszem, hogy az a koncert az nem realizálódna, ha elviszük. Viszont ugyanezt, majdnem ugyanezt a történetet el tudom mesélni, mint az Eszter, csak az a különbség, hogy én gyakoroltam méghozzá egy kortárs zeneművet. Most bármilyen furcsa, de ez így van, kortárs zeneműveket, a titot, körül ilyesmi. És egyszer csak persze többször eljátszottam, hogy a hangok meg minden stimmeljen, és egymás melletti szobában voltunk, és egyszer csak hallom a szomszéd szobában ugyanez a díta, díta. Nem mondom, véletlen, tovább gyakorolok még egyszer. Átmegyek a másik szobában, Ádám, te mit csinálsz? Hát gyakorolok veled, nem látod? Úgyhogy ő is. De ez megdöbbent, hogy nem a tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, hanem... Ki mire buké? Valaki a modern. Ez nagyon, nagyon jó a hallása, nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert ő neki meg a mozgása is hihetetlenül. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a két gyerek karaktere úgy hasonló, tehát nálunk is a kicsi, az, aki ilyen mozgékony is. Ilyen tiszta tűz, és a nagyok azok meg ilyen nyugisak, úgyhogy... Tanúsítatom, ez nálunk is pontosan. Igen, ez... A kislányom a mozgékony, és a nagyok. Nálunk is így, mert a bátyám az mindig egy ilyen hihetetlenül jó és nyugodt gyerek volt. A húga meg. Igen. Lehet, hogy nem figyelünk annyira a második gyerekre, már is elkonázni. Ez még nem figyelmezni. Mik a terve? Mert azt látom, hogy nagyon kell egyik napról a másikra terveznetek az életet, tudni, hogy mikor kivigyáz a gyerekre, hova kell menni, tanítás van, koncert van,
hogyan kell fölkészülni. Mi várható 2002-ben? Mert biztosan ti tudjátok már. Hát nekem nagyon sűrű évem lesz, mert hogy tavaly, mivel elkezdődött ez a Forgas Eszter arcai CD sorozat megjelenése, amiből már megjelent 2, igen. Igen, és 4 részre tervezi a kiadó. Úgyhogy hát nekem ebben az évben, tehát a 2002 évben megint ki fog jönni, ha minden jól alakul, még 2 koncert. Egyébként meg hát ilyen hónapra lebontva most februárban közösen egy gyerekműsort, matiné műsort fogok vezetni a Forrás Kamerazenei Műhely művészeivel, és márciusban pedig a tavaszi fesztiválon lesz a 3. lemezem bemutató koncertje a Clash Jazz Band-del, illetve olyan vendégművészekkel, mint Dres Mihály, Fekete Kovács Kornél, Vinnant Gábor, Juhász Gábor, és márciusban már elindulunk vidékre is játszani, tehát megyünk Bajára, Szegedre, Szombathelyre, Debrecenbe. És aztán áprilisban ismét Andreával lesz a Gödöllői Kastélyban szólóestünk, aztán május, június, július a turnék ideje, és ősszel meg, hogyha minden jól alakul, akkor egy indiai út elé nézek, amiért egy nagyon nagy kaland lesz az életemben, mert az a fajta világnézet vagy gondolkodás, ez nagyon közel áll hozzám, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon izgat. Úgyhogy azt tervezem, hogy nyáron szeretnék erre nagyon felkészülni, és ez egy 8 napos út lenne, tehát 4 koncert. De kikkel ez a Clash Jazz Band-del valószínűleg, igen. Andreával mentünk volna eredetileg, csak annyira nehéz a hárfát szállítani, tehát annyira drága ez a hangszer, meg egyébek. Ez maga a hangszer drága, annak meg a szállítása drága, úgyhogy nem kényes, igen. És hát aztán pedig novemberben a Szápcsarnokba, ez éppen most a héten realizálódott, lesz egy nagyon nagy koncert, ahol szeretnék egy szimfonikus zenekart, illetve külföldi sztárokkal szeretném a Metallicot meghívni, és egy ilyen nagy bulájt rendezni ott. Úgyhogy hát elég mozgalmas év lesz is. Hát nagyon. Igen, igen. Hát sok sikert hozzá neked. És te, Andrea? Hát nekem is zajlik az élet, azt lehet mondani. Én most március 8-án nézek egy szólóest elé a Zeneakadémia nagy termébe, ahol másik kedvenc partnerem, Gulyás Dénes lesz az egyik közeműködő, és Hajnóczi Júlia a másik. Énekelni fognak nagyon szép olasz és francia dalokat. Aztán tavaszi hónapokban egy jó pár lemez felvétel elé nézek Szabadi Vilmossal, meg szóló lemez is készül. És aztán hát a nyár az úgy alakul, hogy Svájcba utazom egy hárfás világtalálkozóra, amit 2 évente rendeznek. Aztán hazajövök és Balaton Fesztivál, ahol Eszter mellett még más kedves emberekkel, Szabadi Lilivel, Gulyás Dénessel fogok játszani kis templomokba, illetve szólóesteket adok. És aztán ősszel teljes gőzzel a Hárfa Fesztivál felé fordulunk, ahol szintén fantasztikus művészek látogatnak Magyarországra. És hát aztán gondolom karácsonyi koncertek és egyebek, úgyhogy nem unatkozunk, hál' Istennek. Hát hál' Istennek. Ez egy olyan nagyszerű dolog, hogy emellett ugye nem férfiak vagytok, hanem nők vagytok is, nem is akármilyen szép. Szerencsés dolog. Szerencsés, ugye úgy érjük meg. Na most, mint asszonyok, mint nők, azért tudtok, van időtök arra, hogy a ruhatár, hát föllépő művésznők vagytok, tehát nem mindegy. Én például láttam, hogy az Eszter a második részben ott kalapot tett, és pirosba adta elő, az elsőbe pedig feketébe. Tehát ebben van segítségetek, és tudjátok, hogy mi áll jól nektek? Foglalkoztok ti ezzel eleget? Annyit, amennyit kellene? Hát, hogyha minden jól megy, most ez is ennek az évnek a története, tehát ez szponzorfüggő, akkor szeretném, hogyha kialakulna egy olyan csapat körülöttem, hogy én le tudjak adni munkákat, meg dolgokat, tehát hogy tényleg a művészeti részére tudjak meg a saját gyerekeimre, illetve a tanítványokra koncentrálni, tehát értem ezt az alatt, hogy tehát most is pár fix varrónőkkel dolgozom együtt, illetve ruhatervezőkkel, van egy állandó segítőm, ilyen személyi titkárszerűség, menedzser, sajtófelelős, tehát hogy szeretnék egy olyan profi csapatot magam köré
kialakítani, akikre én támaszkodhatok. És ez nem csak azt jelenti, hogy elvégzik ezeket a munkákat, hanem hogy például egy ilyen ruhatervezés címén tényleg eredeti és tehetséges gondolatok jönnek. Tehát nagyon nem mindegy ebbe a crossover műfajba, például, hogyha mi most márciusban lesz a spanyol est, hogy akkor ott én miben jelenek meg, vagy miben jelenek meg az Andrával, vagy miben jelenek meg, hogyha egy zenekarra játszom, vagy nyáron lesz egy színházi bemutatón Pap Zoltánnal és Helyi Lászlóval. Szóval, hogy ezek mind egészen más karaktert feltételeznek, és nekem nagyon nem mindegy a látvány. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor kimegyünk színpadra, mi látványt is képviselünk, és azt nagyon ki kell találni, hogy az ízléses legyen, és kifejezze azt, amit szeretnénk közölni. Igen. Úgyhogy. Így. És te hogy állsz ezzel? Hát ugyanígy gyakorlatilag, bár én nem. Tehát a leszenek van ugye egy más műfaj része, amilyen hát valóban őt körül veszi egy egész csapat. Mi sokkal szimpatív, igen. Igen. De azt, hogy miben játszom, azt én is nagyon gondosan megválasztom. És hát minden helyszíne természetesen másik fellépő ruha. Mert nem azért, mert az előző nem volt szép, hanem egyszerűen azért, mert más ihletésű és más hangulatú. Vagy a műsor, vagy a partner, vagy maga a hely. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Én szeretem a szép, szolid, elegáns ruhákat. Egyébként nagyon hálásak lehetünk mind a ketten, azt hiszem az életnek és a sorsnak, hogy ezt megengedhetjük magunknak, mert ma Magyarországon nem egyértelmű egy előadó művész számára, hogy mondjuk annyi pénze legyen, hogy ezt finanszírozni tudja. Szóval ezek nem két fillérek, ezek a ruhák, ezek a hangszerek, ez az élet, tehát a hárfa fenntartása is, nem árulok el vele titkot. Szóval ezek nagyon-nagyon sok pénz, nagyon sok áldozat a család részéről is, meg hát egyáltalán, szóval ezeket meg kell keresni, ezeket a pénzeket. És hát nagyon, nagyon szerencsések vagyunk mind a ketten, hogy annyit játszhatunk, hogy ezt tudjuk finanszírozni. És ezt a pénzt be is tudjátok osztani, meg is tudjátok fogni? Hát ezt a sok-sok pénzt? Vagy van segítség? Nem olyan nagyon sok pénz. Nekem van egy gazdasági igazgatom a család, a férjem. Hát én meg rá vagyok kényszerülve, úgyhogy hiszen más választás nincs, de hát ezzel nem vagyunk egyedül, gondolom, Magyarországon, mert nem a leggazdagabb országok közé tartozik ez a kis hely. Úgyhogy... Hát nagyon sok sikert, erőt és kitartást és fantáziát kívánok nektek, mert nem akármilyen munkát vállaltatok magatokra. Egy embernek is sok lenne, már hogy öt embernek is sok lenne ez a munka, amit ti egy emberként elvégeztek. Mielőtt elbúcsúznék tőletek, arra gondoltam, hogy a Carment, ha úgyis a spanyolról, meg erről a vértesbítő zenéről beszéltünk, hogy a Carmennel búcsúzzatok tőlünk, jó? És aztán tudom, hogy majd külön is elbúcsúzunk. Thank you.
Tőletek, és elmondani, hogy nekem milyen nagyszerű dolog volt két ilyen művésznővel megismerkedni, beszélgetni. Sajnálom, hogy nem tudok mindent bemutatni önöknek, amit én tudok róluk, a szalonokat, a munkájukat, a vágyaikat, és köszönöm nektek azt az erősítést, hogy magukban kell mindig megkeresni a dolgokat, az újra való vágyakozás, és a vágyakat nem szabad soha elnyomni. Nekünk asszonyoknak tudnunk kell, hogy mi mindenre vagyunk képesek, és dolgozni kell ezért. Ebben engem tovább erősítettetek. Köszönöm nektek, és további nagyon sok sikert kívánok nektek. Pedig én szeretnék az Ildikónak egy kis emlékeztető ajándékot adni, hogy sose felejtse el ezt. Eszter és saját lemezeit. Jaj, de jó, köszönöm szépen!